érdekesen alakul a március hónap a Szegedi Nemzeti Színházban, hiszen túlnyomó részt azért a zenéje a főszerep, de nem csak ilyen produkciók vannak, amiben énekesek és zenészek szerepelnek. A nagy színházunk lényegében zenés színház. Ebben a hónapban nagyon sok gyerekopera előadás lesz majd márciusban, hiszen február végén van a Parás Fólácska premierje. Ez, ahogy a cím, mint szójáték jelzi, Mozart varázsfólájának átirata. A zene nem változik, tehát Mozart muzsikája a zenekari közreműködéssel, énekesekkel, kórusokkal, viszont a keretjáték és a dialógusok új, Lackfi János írta át nagyon szellemesen, a gyerekek számára befogadható módon ezt az előadást cirkuszi környezetbe helyeződik, és ez lehetőséget ad arra is, hogy különböző attrakciók történjenek a színpadon, bohócok, artisták, jelmezes formában megjelenített állatok. Egy szóval ez lesz a leghangsúlyosabb, legtöbbször előadásra kerülő program márciusban a Nagyszínházban, de további három opera produkciót is láthatnak a nézők. A Bánkbánt őszi premierünk volt március 14-én, nem véletlenül a nemzeti ünnep előestéjén, majd 16-án és 17-én is. Játszani fogjuk a Don Pasquale-t 25-én és 26-án, ez februári premierünk volt, és egy tavalyi produkciónkat is játsszuk, a Trubadur, ugyanis április elején egy fesztiválon Budapesten is előadásra kerül. Ez előtt a szegedi nézők számára is újra megmutatjuk. Március 29-én lesz az előadás. De lesz egyéb zene is, még a Nagyszínházban is, mert a Szegedért Alapítvány hagyományos gálaestje, amely most március 11-én szombaton lesz, nem csak a díj átadási ceremóniát tartalmazza, hanem ehhez műsor is kapcsolódik. Az idén Schneidberger Ferenc, a kiváló jazz gitáros, és az ő általa gondozott tanítványok, nemzetközi szintű előadók mára, az ő programjuk lesz a gála műsornak a díjátadást követő részében. A Kis Színház is több zenei programot tartalmaz ebben a hónapban. Nemrég volt a bemutatója a Kortárs Balettnek, Abszurdia címmel. Ez Schnittke, egy 20. századi német szerző, nagyon igényes zenéire épül. A Dollárpapa első márciusi premierünk, amely harmadikától lesz majd látható, pedig nagyon sok sláger tartalmaz a könnyű műfajból. Kiváló élő zenekar működik közre, többek között Molnár Gyulával a zenekari árokban. Lesz ezen kívül egy komoly zenei program, március 25-én Bartók Béla születésnapján lesz a Szegedi Nemzetközi Zongora Verseny döntője a Kis Színházban. Zenekari döntőről van szó, a Szegedi Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Lesz még zenés előadás a Nagy Színházban vendégként, a Rotary Klub szervezésében, az Ankonai Szerelmesek. Lesz egy zenés műsor majd 20-án, hétfőn, akkor pedig a Boldogság Világnapja keretében, számomra még részletesen nem ismert, de állítólag boldogságot hozó zeneművek szólnak. A Kis Színházban persze lesznek nem zenés programok is, így most időben visszafelé haladva januári premierünk a Mesél a Bécsi Erdő előadásai, vagy a decemberben bemutatott Bulgakov darab a Menekülésből lesz előadás, illetve a novemberi premierünk a Nép ellensége is előadásra kerül a Kis Színházban. És lesz vendég produkció is, nem is olyan messze kell menni, hiszen ők is szegediek, de mégsem a Szegedi Nemzeti Színházhoz kötődnek szorosan, hanem inkább az egyetemhez. Így van, Kis Színházi program lesz a Szegedi Egyetemi Színházi Találkozó, SZESZT a rövidítése, és itt két produkció kerül majd színre a Kis Színházunkban. Ebből az egyik vendég, ez a Pécsi Egyetemi Színház, a János Színház egy produkciója, és a házigazda Szegedi Egyetemi Színház előadása lesz a másik. Nyilván az egyik kora este, a másik meg viszonylag későn.
gyerekek is színpadra kerülnek, mégpedig gyakorlatilag nem is olyan sokára, hiszen lesz ismét egy különleges előadás. A Parázs Fuvolácska bemutatójának másnapján, február 25-én szombaton, tehát nem sokára, lesz az az alkalom, ahol a gyerekek, akik magukkal hoznak saját jelmezt az előadásra, és most a jelmezbáli szezonban arra számítunk, hogy sokan lesznek ilyenek. Az előadás végén feljöhetnek a színpadra magukra öltve a jelmezüket. Tehát díszletek között és színpadon mutathatják meg a jelmezt, ahol annak a helye van. Nem először rendezzük meg ezt a jelmezbemutatós programot, tavaly már több mint 90 gyerek hozott jelmezt magával, őket lefotózzuk, felkerülnek a színház honlapjára, amint ott vannak jelmezben, és egy nagy-nagy csoportkép is készül a végén az összes jelmezes gyerekkel, valamint az előadás jelmezes főszereplőivel. Ez a program egyébként 25-én 11 órakor a Korábban érkeztem alapítvánnyal együttműködésben kerül színre. Várunk olyan gyerekeket, akik az alapítvány céljának megfelelő, az alapítvány által támogatott körből származnak, tehát maguk is koraszülöttként látták meg a napvilágot. Őket, testvéreiket, szüleiket várjuk, és reméljük, hogy jól fogják magukat érezni, valamint támogatókat is várunk, tehát aki erre az előadásra jegyet vált, ő ebben a tevékenységben, ennek segítésében majd részt vállal.